Ősök parkja. A Széchenyi halom. Az Alföld 4000 éve keletkezett mesterséges kiemelkedéseit kunhalomnak vagy kurgánoknak hívjuk, amelyek a nagy keleti sztyeppéken élő, hajdani állattartó nomád lovas népek hagyatékai. Kialakulásuk e népcsoportok vezetőinek temetkezési szokásaival függ össze. Mai számukat csak becsülni tudjuk. Hajdan a Kárpát-medence területén akár 40 000 halom is lehetett, amelyből napjainkra csupán 1500 maradt fenn, az ember táját alakító tevékenységének, döntően a nagyüzemi mezőgazdálkodásnak köszönhetően. Hajdúböszörmény határában ebből mintegy tucatnyi áll még, őrizve a múlt-e különleges hagyatékát. A kunhalmok nem csupán történeti és régészeti szempontból érdekesek. 1996-tól minden halom természetvédelmi oltalom alatt áll. Sokszor csupán ezek a még megmaradt kiemelkedések tanúskodnak az egykori ősi löszpuszta vegetációjának jellemző elemeiről, számos botanikai értékét megőrizve. Mint egy zöld szigetként, utolsó menedéket nyújtva a hajdani növény- és állatvilágnak. Ebben a bennünket körülvevő és szinte az utolsó négyzetcentiméterig beszántott kultúrsivatagban. A modern műholdas hely meghatározó rendszerek megjelenése előtt e kiemelkedések fontos figyelő és tájékozódási pontok voltak, nem egyszer két vagy több település határát is kijelölve. Zömükhöz pedig legendák, történetek kapcsolódnak. A Széchenyi halom, amit a mai böszörményi köznyelv többnyire csak messzelátó dombként ismer, talán az egyik legismertebb hajdúsági halom. A maga 164 méteres tengerszint feletti magasságával a hajdúhát második legmagasabb kiemelkedése. Régen a messzelátó csárda állott mellette. Háfekete Péter, helytörténész, múzeumigazgató, így ír róla az 1959-ben megjelent Hajdúböszörmény helyneveinek adattára című munkájában. A határ déli részén, a Debreceni országút mellett, Nagy Strázsa halom név után e nevet csak 1861-ig viselte. Amikor gróf Széchenyi István iránt való tiszteletből és emlékének megörökítésére Széchenyi halomnak nevezte el a város. Az utóbbi évtizedekben több ízben sérült a halomtest, csonkítva és elhordva több ezer éves lösz rétegeinek nagy részét. De a közelmúltban motocross pálya, valamint a téli havas időszakokban kedvelt szánkódomb is volt alkalmanként a halom. 2021-ben Hajdúböszörményváros önkormányzatának jóvoltából megtörtént a halom környezetének rendbetétele, és egy kulturált pihenő kialakítása. Így válva e neves hely az Ősök parkjává. Készült Hajdúböszörményváros önkormányzatának megbízásából az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap LEADER programjának támogatásával.